Sziasztok! Mai videóban is kártyabontás lesz. Az előzőben is kártyabontás volt, de ott más, csak, nem csak egyfajta kártyát bontottunk, hanem kettőfélét. Itt most csak egyfajta kártyát fogunk bontani. Kettő sima meccsatáxos pakkot, és egy ilyen különlegesebb pakkot, amiben nem tudom, hogy hány kártya van, de értékesebb. Kezdjük azzal, hogy kinyitjuk az elsőt, és akkor a végén viszont mentolos filccel, amit én ide tettem magamnak, és ezekkel be fogjuk x-elni a dolgokat, de inkább leteszem a földre. Na nézzük. Sikampást. Ráhasszasszél a középpályás. Ez, ha nézzük, mi lesz ebben. Ez David Silva, ami szerintem nincs meg, de nem akarom elszólni. Ez szerintem megvan, de ezt azért ugyanígy teszem, mert nem biztos. Igen, ez biztos megvan. Thomas Souček, erre nem annyira emlékszem, de biztonságkedvéért ide teszem. Florán Virc. Nézzük a kártyákat. Savic, Max, Royal és Pellegrini. Hát ebből nem találtam sokat, mert nekem egy nincs meg. De hát majd mindent le kell ellenőrizni. Következő. Lazio középpálya. Remélem nem ugyanaz. De inkább haladjunk innen. Aha, jó. Egy védő. Ezt az előbb nyitottam ki. Ja, na. Nagyon jó. Milán védő. Ez sajnos szerintem megvan, ez igen, ez biztos megvan, mert abból csak, de azért leellenőrzöm, mert a Martinez Taremi, az iráni játékos bizonyított egy kicsit. És ez sincs meg szerintem. Elnézzük. Ez erre nem emlékszem. Fordítjuk, és ezt megnézzük. Erre sem. Na, mekkora szerencsém van. Aztán kiderül, hogy az összes ismétlődő igazából. Egy kristál változat, ez nagyon jó. Igen. Ederson. És ez nem tudom, hogy hogy került ide. Vicces. És akkor a szent pillanat. Ebből reméljük, hogy fog jönni olyan, aminek, mintha egyébként nem lennék ezzel megelégedve. Hozzá kell szólnom. Olyan jók. Rodrigo! Megvan az egész Real Madrid. Végre! Na, hát én úgy érzem, hogy ez nagyon szerencsés volt. Ezt valahogy meg kell, hogy álljuk. Ugyan nem jött. Zané, 100 klubos, de ki tudja. Lehet, hogy a következő nyitásból fog jönni. Egy ilyen vastag, szerintem megvan, és egy ilyen vastag csere. Hát nem tudom. De most kiválogatom azokat is, amik biztosan megvannak. Vagy amik biztos nincsenek meg. Nem, ez marad a kezembe. Ez szerintem egész jó. Na de, eljött az igazság pillanata. Tudom, hogy kéne helyezni a kártyákat, hogy kamerán belül legyen, így mondjuk. És akkor jöhet a José María Jiménez, amit ugye az Atlético Madridba kéne keresnünk. Akkor már volt még egy madridos, ugye ez hát sajnos lehet lefele, de van még egy Atlético Madridos, ez. És akkor ezt is leellenőrizhetnénk. Végül messze. És lehet, hogy hátha van még egy, igen.
Nem éppen. Rodrigóval kezdjük, az nagyon egyszerű. Miért a fekete filce? Nem is, na mindegy. Ezt most nem... De itt jó lesz. Hammers érkezik. Ó! Ó! Már csak egy maradt. Vigil, amire egyébként fogadni mérnék, hogy megvan, de mindent leellenőrzünk. Megvan. De azért bekeresem. Itt van, ha látni szeretnétek. Igen, ott van. És megvan, mehet lefele. Ő, amiről biztos vagyok, hogy nincs meg, de le kell ellenőrizni, meg be is kéne pipálni. Kéne. C betű, ez nem tudom, hogy ABC sorrendben van-e. Nem ABC sorrendben van, rájöttem. Ebből mennyi hiányzik. Igen, eddig itt tartunk. Szerintem ez nagyon jó arány. Itt a számot nézem. Na! Itt a számot nézem. 491. Ott! Nem, nincs meg. Jó. Ő kristálváltozatba egyébként hozza. LE, azba biztos vagyok, LE19. Ott van. Enyanizu, vagy nem tudom. Hol van a Bayern? Ott a Bayern München. Anzu. Mert lefele. Ő is mehet lefele egyébként, mert ő biztos, hogy nincs van. Nincs, akkor a next gen-esen múlik. 4-11-es számú. Megvan. Na, hát ennyire megpróbálom átakolni a szemeteket. Ez esetben a ma. Is az. Azért életben kéne tartani a filceket. Ezek azok a kártyák, amik nekem nem voltak meg, és itt nem lesz egy hosszú videó, de sziasztok!